Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós, és nagy örömünkre ezen a brutális forró júliusi reggelen az üvegházszerű stúdióban nem egyedül folyok szét, hanem itt van szenvedésben társam, és egyébként kitűnő állandó szakértőnk, Pál Andrés, a piros mikrofonnál. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon jó, éppen be is állítom a jelszintedet megfelelően. Akkor még kell azt mondanom, hogy bréko-bréko? Abszolút, de ez most így ebben a pillanatban nekem tetszik ez a beállítás. Az apropója annak, hogy jöttél, az az, hogy ismét felküldtetek egy műholdat az űrbe. Fantasztikus, hát egész elképesztő dolog történt július 9-én. Ezt már a két héttel ezelőtti adásban ugye előre megmertem jósolni, hogy ez így lesz, és így is lett. Az Ariane 6, az Európai Űrügynökség új hordozó rakétája július 9-én, európai idő szerint este 7 óra környékén elindult a föld körüli pályára, és nem robbant föl. Szemben az Ariane 5-tel, ami az első startján ugye ezt be tudtam mutatni, nagy örömünkre, ugyanis az egyik rakománya ennek a ti műholdatok volt, a GRB Beta, ami a Szokolébresztő kedvenc műholdjának, a GRB Alfának a, hát az utódja, és hát természetesen te magad vagy ennek az egyik fő fejlesztője, illetve ugye a műsorunk egyik másik, de már rég erre járt állandó szakértője, Werner Norbi az egyik másik fő projekt vezető ebben a dologban, és hát igen, csak adja magát, hogy akkor ma erről beszélgessünk, úgyhogy pontosan ezt fogjuk tenni. Így igaz. Na, és akkor az a kérdés, hogy mi a bubánat ez a GRB Beta? Ugye azt még el kell mondani, hogy a GRB az ugye azt jelenti, hogy Gamma Ray Burst, vagyis gamma felvi, gamma kitörés, ugye magyarul inkább gamma felvillanásnak szoktuk mondani. Hát inkább felvillanás, igen. Ezek ilyen rejtélyes csillagászati jelenségek, amiről már sok szó esett, és hát a béta az meg ugye azt jelzi, hogy ez a második műhold, de hát ez sokkal többet csinál, mint az első, ami abból is látszik, hogy kétszer akkora. Tehát ez most nem egy literes és egy kilós, hanem egy két literes és két kilós kis műhold, ugye nagyjából? Így igaz. Sőt, igazából ezt itt el lehet mondani, valójában nem is kétszer, mármint tényleg kétszer akkora, de hogy azt, hogyha megnézzük, hogy mik azok a hasznos kísérletek, amit egy ilyen műhold föl tud vinni, akkor azok mennyi helyet foglalnak el ebből az egy és vagy kettő egységből, ugye alfa-bétában, akkor azért azt elmondhatjuk, hogy valójában ebben nem kétszer annyi hasznos rakomány van, hanem majdnem háromszor annyi. Ugye ez egyszerűen abból a egyszerű tényből ered, hogy ugye a műhold egy része az úgymond a ilyen kötelező minimum, ha úgy veszük, tehát kell bele tápegység, meg rádiókommunikáció, meg antenna, és ez úgy kb. Ez a három egység, ez elvisz kb. Fél egységet, mert egy 10x10x5, 4,5-5 centi magas kockába, vagy hát az nem egy kocka, hanem ez ilyen hasáb, négyzetes hasábba belefér, úgyhogy ha úgy nézzük, akkor az alfán ugye még ugyannyi hely volt, viszont a bétán meg körülbelül háromszor ennyi hely volt mindenféle érdekes kísérletre. Tehát túl azon persze, hogy a gamma detektor, mint olyan, az repül, azért itten jóval több minden más egyebet is bele lehetett. Hát mondjuk úgy, hogy zsúfolni, mert hát azért így is elég szoros volt a tervezés, meg hát a kivitelezés mind időben, mind térben, úgyhogy ez tulajdonképpen tök jó dolog. Hát és brutális mennyiségű asztrofizikát sikerül ebbe belezsúfolni. Igaz, ugyanis nem csak a gamma detektorok utaznak, hanem a Norbi kifejezetten felhívta a figyelmünket arra, hogy a műholdon helyet kapott ugye minden idők legkisebb ultraibolya távcsöve.
ami fölment az űrbe. Így igaz. Itt a kísérletnek a fő célja nem is konkrétan a távcső, hanem az eredeti tervek az arról szóltak, hogy magát a detektort reptessük meg, és legrosszabb esetben annyit sem, hogy sötétben van, esetleg egy LED-del valami plusz fényt úgy adunk bele, de egyébként azt nézzük, hogy maga a detektor az hogy bírja az űrbéli körülményeket, és utána jött az ötlet, hogy hát valójában nem nagyon bonyolítja meg a rendszert az, hogyha a detektor, ami egyébként elég nagy, tehát látszerűen a műhold oldalára az úgy nem igazán lehetett volna, hanem gyakorlatilag ebbe a réteget egymás fölé helyezett áramköri lapokra párhuzamos, tehát az, hogy azt bevezessük ugye oda a fényt, az kellett például egy tükör meg egy kis lencse, de valójában még ezt is bele lehetett zsúfolni, bele lehetett szuszakolni a kis műholdba, úgyhogy valójában előbb-utóbb majd kép is lesz, amit ez a kis UV-távcső kísérleti elrendezés azt csinálni fog. De jól gondolom, hogy ez a Norbi által ebben a műsorban is emlegetett Kuvik nevű ultraibolya távcsőnek az előkészülete. Így igaz, annak az egyik lépése, azt megnézni, hogy az egyik kiszemel detektor az mennyire fog detektorozódni, nem. Detektálni. Igen. Igen, Norbi úgy szokta mondani, hogy detegálni. Igen, az a rozsnyói dialektusban így mondják. A detektálást. Igen. Na, szóval a lényeg, hogy hát óriási, hogy működik. Hát igazából ez sem rontotta le a magyar műholdak statisztikáját, mert ami eddig kb. 100%-os. Igen, eddig minden szuper. Amit itt csavaroztak össze, ami már, próbáltam összeszámolni, hogy hanyadik magyar műhold ez, hát minimum az ötödik, de inkább a hatodik, vagy hát, nem is tudom, már tényleg, már oda akkora űr nagy hatalom vagyunk, ez persze nem igaz, így, csak hogy már olyan sok ilyen kis műhold fölment, vagy egészen picik is, tehát olyan, hogy a zsebembe elfér kettő, ugye olyanok is voltak. Igen. Például a Műegyetemi Rádióklub, mi az a? MRC. A MRC 100, vagy mi volt az? Tehát MRC a Rádióklubnak a neve, és igen, MRC 100 volt a századik évforduló tiszteletére indított kis műhold, igen. 1924-ben. Így van. És ugye tehát igazából, amikor az a műhold indult, akkor még csak MRC 99 lett volna valid neve, de hát nyilván. Igen. Egyébként itt is, én egyébként meg, ha már lehet, hogy azért lehet, hogy MRC 100, meg gondoltak, hogy úgyis halasztani fogják a startot, de ugye itt meglepett engem egyébként visszatérve pár szóban az Ariane 6-ra. Hú, igen, nagyon begyorsultak az események. Begyorsultak. Igen, meg voltam győződve, hogy minimum fél év halasztás. Igen, tehát úgy másfél-két évvel ezelőtt még az volt, hogy azért többet csúszott a start, mint hogy telik az idő. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy soha nem fog elkészülni. Ugye ezt egy idő után már úgy nem csúszott annyit, meg na, amikor jelentik be a következő csúszást, és így semmi. És akkor így seképp se hang, és akkor körülbelül így gyakorlatilag így december, január, februárban volt világos, hogy hú, basszus, ez lehet, hogy tényleg nyáron már elindul, és akkor ott is voltak ilyen mindenféle érdekes megfogalmazások, mondjuk úgy, mert ugye az ESA is szeret úgy kommunikálni, hogy Q1, Q2, Q3, Q4 negyedévekben, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát ez Q3 lesz. És akkor ugye Q3 az mikor indul? Hát az igen. Július 1-jel indul. Legutóbb még ezt mondtad. Pont itt ültél, és itt találgattuk, hogy ez igen, mikor igen, lesz. Igen, és akkor ez a július, de hát ugye ez ugye gyakorlatilag július, augusztus, szeptember, gyakorlatilag október elejéig, tehát szeptember végéig azért még Q3 van, és akkor ez azt jelenti, hogy valójában arra gondol itt a költő, hogy szeptember 30-án délután is indulhat, és akkor kiderült, hogy nem. Igen. És akkor ez hihetetlen. Meglepett engem, főleg, hogy tényleg egy új hordozórakéta első startjáról van szó. Igen. Ugye még aznap is vártam halasztást, de ugye egy francia, döntően francia fejlesztésű rakéta az Ariane, és francia Guyanából megy föl, és franciák a repülésirányítók, és ugye július 9-én foci EB elődöntőt, azt hiszem játszott a francia válogatott aznap este, tehát kiesési szakasz ott már. Igen. Nyilvánvaló, hogy túl akartak lenni a repülésirányítók is. Gyorsan fölzavarjuk ezt a rakétát, aztán nézzük a meccset, vagy mi. Tehát még aznap, mert tényleg este, tehát magyar idő szerint este 7-re. Nem, magyar idő szerint este 9. Este 9-re. Nem, UTC szerint volt 7. Igen, tehát pont a meccs kezdetére ütemezték be a startot, ami egyébként fura volt, hogy hát egy rendes, de mindegy. De a lényeg, hogy lezavarják az egészet, és még a végén a 11-es párbajt adott esetben megnézhetik, gondolták a repülés irányítók, úgyhogy valahogy minden rendszer normális működött. Esetben két fél idő, az pont egy orbit. Igen, ez ki van ezt találva valójában. Igen.
Amúgy egyébként nektek magasabb pályátok relatíve, hát egy kicsivel igaz? Magasabb, tehát, igen, hogy most igen, ez a másfél óránál kicsit több alatt kerül. Hát igazából még az alfa is kicsit több, mint, igen, kicsit több, mint másfél óra, ugye az 1 óra 35 perc körül van, a béta az meg inkább 1 óra 40 perc. És mennyi a pálya magasság? 580. 580 kilométer. Aha. Ugye ez érdekes, mert ez olyan soknak tűnik, vagy nagy különbségnek tűnik, hogy most akkor 500 vagy 580, de valóban ezt a földsugarához is ugye illik hozzáadni ezt a kis magasságot, és akkor azon kívül ez a plusz 80 kilométer, ugye a 6370 valahány kilométerhez képest már nem olyan, csak kb. 1%-os. Igen, keringési időben nem. Ez már keringési időben viszont légköri fékeződés szempontjából elég fontos. Igen, úgyhogy ez a kérdezték, és ugye sokan meg kérdezzük, meg nézegetjük mi is, hogy na, és akkor ennek mennyi lesz a becsült élettartama, és akkor ugye te rögtön ugye két részre lehet osztani, egyrészt mennyire bízunk abban, hogy a műhold a sokáig működik, mint műhold, ugye ez az egyik, a másik meg az, hogy mekkora pálya élettartama, tehát amikor akarva akaratlanul is, de bele fog, vagy hát vissza fog térni a légkörbe. Úgyhogy ez ilyen szempontból jó, hogy most már viszonylag bátran ki lehet jelenteni talán, hogy olyan 12-15 év. Ugye azért is bátran, mert most a nap tevékenység az úgy viszonylag a toppon van, talán még egy-két évig a toppon is marad, de addig még viszonylag magasan van a műhold, tehát akkor még hogyha kicsit ki is tágul arra fel a légkör, kicsit sűrűbb lesz, akkor sem fog annyit rontani az összképen. Viszont amikor már ugye elkezd lefelé menni, akkor a nap tevékenység is csökkenni fog, tehát akkor még lassabban fog lefelé menni, szóval jó lesz ez. Azért ebbe bízunk. Na, te remek úgyhogy időzítés. És ugye megvagytok elégedve a működéssel? Tulajdonképpen igen. Mert a tulajdonképpen az azt jelenti, hogy nem, mintha bármi titkolni való lenne, hogy nem. Inkább az, hogy így apránként azért élezgetjük a rendszereket. Hát ez mégiscsak háromszor annyi dolgot kell bekapcsolni, meg menedzselni itt a energiaeloszlástól kezdve a kommunikációs izéket, ablakokat. Meg ugye ez egy kicsit más pályán kering. Ugye az érdekes, hogy ugye ami ócsó, az a napszinkron pálya, tehát elég sok műhold van, amiben ugye mi is érintettek vagyunk, többé-kevésbé, meg ugye a magyar műholdak is ugye szeretnek ilyen napszinkron pályára menni, ami úgy nagyjából az ember megszokta, hogy viselkedik, hogy van két kommunikációs ablak, egy mondjuk általában délelőtt, egy meg ugyan kora közép-este magasságában. És az mindig ugyanakkor, mert ugye a napszinkron pályának, kedves gyerekek, ugye az a lényege, hogy kb. Mindig ugyanolyan napállás mellett jár ugyanazon földrajzi hely fölött a műhold. Tehát, hogy tényleg nagyjából mindig ugyanolyan napszakban van a vétel. Igen. Tehát ahhoz vagytok hozzá. Igen, tehát az alfánál az is az alfánál is az volt, hogy délelőtt 11 plusz-minusz fél óra, háromnegyed óra, meg az esti éjfél plusz-minusz fél óra, háromnegyed óra, és ez viszonylag könnyű megjegyezni észben. Na, ez teljesen más pályán kering. Itt igazából egy ilyen, hát nem az, hogy kommunikációs ablak, inkább ilyen kommunikációs blokk van, ami most éppen olyan délután 3 körül kezdődik, és körülbelül este 10-11-ig tart. Viszont az nem azt jelenti, hogy folyamatos, hanem akkor úgy körülbelül másfél óránként lehet egyszer meg pittyektetni a műholdat, már általunk közvetlenül, amikor itt Európa fölött jár. És az is egy kicsit úgy két részre oszik, tehát az első néhány átmenet az egész jó, utána éjszakol egy kicsit a műhold, tehát nem delel, hanem éjszakol, és utána megint van egy-két jó, de egyébként az északi átmenetek se rosszak, de akkor is szinte majdnem teljes értékűen lehet vele kommunikálni. És akkor utána viszont, hát ha nem is egy nap, de egy jó 15-16 órás szünet következik. Tehát ugye még az alfánál, meg napszinkron műholdnál megszoktuk, hogy jó, hát most akkor nem sikerült, de nem baj, már nem kell sokat várni, vagy hogy főleg ugye az esti áthaladáskor van az, hogy oké, este van, mit csinálunk, akkor kicsit alszunk, és akkor... Esti igen, program. Igen, és akkor este valamit csinálunk, vagy alszunk egy kicsit, na és akkor reggel lehet folytatni, tehát akkor úgy itt egy fokkal jobban el tud húzódni az izgalom ilyen értelemben, viszont egy blokkban meg sokkal több lehetőségünk van. De összességében ugyanannyi, tehát azért mégis csak mennyire fizika... segítenek titeket ebben a világ különböző pontjain helyezett egyéb rádiómatőrök és hasonlók. Ugye a GRB-alfánál is volt ilyen. Igen. Ott egy rádiómatőr hallotta meg először annak idején a start után, hogy pittyeg a műhold. Igen, hát itt is rádiómatőrök hallották meg először konkrétan mi. Ja. De ugye ez egy kicsit más, mert az Ariane 6 az ugye úgy indult, hogy Kourouból, Francia Guyana, és egy olyan 61-2 fokos
pályahajlás. Tehát rögtön az első. Tehát rögtön az első átrepülés az már Európa fölött volt, csak akkor még a rakéta folytatta a pályaraállást, tehát akkor még műholdakat sereztették ki, akkor még folytak ugye a pályakorrekciós, ugye emelkedett egy kicsit a pálya, kicsit néha visszasüllyedt, aztán megint emelkedett, mert ugye nyilván energia szempontjából minimalizálták azt, hogy lehető legkevesebb energiával álljon rá erre az 580 kilométeres magasságra. És amikor úgy nagyjából Ausztrália fölé ért, hát még Tasmániától is egy kicsit délre, tehát nagyjából az időszakban, akkor eresztette ki a műholdakat, az első adagot, értve minket is, és akkor egy olyan 5-10 perces késéssel is megkaptuk az infót, hogy na sikerült valami, és akkor ott még magán a bétán konkrétan, mert akkor már mint önálló műhold már szabadon lebegett ott, hát nem lebegett, mi ez? Sodródott, szóval ott volt. És ott annak egy olyan 20-pár perces hát késleltetése van, hogy az antennáit kinyissa. Ugye ez azért is fontos, mert hogyha túl hamar nyitja ki, akkor egyszerűen a kinyíló antenn az beleütközhet más közeli műholdakba, tehát nyilván ez egy ilyen biztonsági tartalék, ami azt jelenti, hogy akkor még pont kb. Mire így a dél-amerikai északi szegletére, hát akkor nem pont Kuru fölé, hanem Kurutól egy kicsit nyugatabbra, ugye megint átment azon a vidéken, pont akkor nyitott antennát és kezdett el pittyegni, de ott, abban a térségben, tehát a ilyen közép-atlanti óceán, közép-észak-atlanti óceán, ott nem nagyon vannak rádióvevők, meg rádióamatőrök, mert ott nem nagyon van infrastruktúra, viszont utána meg megint jött Európa fölé. És ott már volt egy ilyen tizenpár perc. És olyannyira, hogy egyébként akkor ugye volt az, amikor másodszor járt Európa fölött, ugye, akkor volt az, hogy Nagy Szabi, aki a Space Junkie-ből lehet ismerős az űrtevékenység iránt érdeklődő hallgatóknak, de aki a Szokorébresztőben is volt vendég, ugye ő egyébként kitűnő űrállomás fotós, és akkor ő csinált egészen jó képeket, nem a Gérbel felől és a többi pici műholdról, hanem az Ariane 6-nak a második fokozatáról, amint éppen brutál látványos és teljesen szürreális látványt nyújtott, amint azt az ő Észak-Kelet-Magyarországról készült fényképei nagyon jól látszik, ahogy jön ez a hajtóanyag plúm kifelé, ami mint kiderült utóbb egy anomália volt ott, mert ugye az Ariane 6-nak úgy tervezték ezt a fokozatát, ezt a második fokozatát, vagy másfeledik, a legfelső fokozatát, hogy utána még úgy manővereznek, hogy ez minél hamarabb visszapottyanjon a Földre, hogy ne hagyjon maga után űrszemetet, és valahogy itt ez a rész, tehát a pályaraállás az teljesen sikerült, a műholdakat kipakolta, de ez a manőver utána már nem jött össze ennek a második fokozatnak, pont amiatt talán, mert több üzemanyag szivárgott belőle a kelleténél, vagy ilyesmi, szóval ettől volt olyan baromi látványos egyébként az. Így igaz. De igen, szóval ez is érdekes, viszont még azt akartam mindenképp megkérni, vagyis hát igazából lehet, hogy ezt már korábban illett volna, hogy ugye említettük, hogy magyar műholdak, meg a téged, meg hát Werner Norbit megemlítettük név szerint, de azért az még nem hangzott el az adásban, hogy igazából kik csinálják ezt a műholdat úgy igazából, mert ugye nem egy magyar, kizárólagosan magyar projekt, hanem kollaborációról van itt szó. Így igaz. Ez most, mondjuk úgy, hogy 4-5 ország részvételével készült összességében, tehát hogyha tényleg mindenkit beleszámít, akármilyen fázisba is belesegített, akkor ugye Szlovákia, Csehország, Japán és Kanada, akik még részt vettek ugye rajtunk kívül ugye a projektben. Ugye a japán kollégáknak most ebben olyan szempontból nem volt közreműködésük, hogy nem dolgozza konkrétan hardveren, szoftveren, viszont ugye a korábbi fejlesztésekben meg igen, és gyakorlatilag azt adaptáltuk át. Tehát nyilván az ő szerepük is, meg nyilván folyamatosan követik, meg ők most ugye pont a detektor degradációját is, tehát ugye a világűrnek a környezetében ugye a fenti kozmikus sugárzás hatására, hogy mennyire romlik a detektornak az érzékenység, na ezt például ők értékelik ki. Ez a hiroshimai csapat. És ők már kaptak ugye a bétáról is gamma adatokat, tehát a gamma detektor
ról első spektrumokat, és már ők is azt nézegetik. Mert nyilván analizálják, vizsgálgatják, hogy akkor hogyan lehet. Ezért ugye az van, hogy a detektor az nagyon hirtelen elkezd úgymond leromlani, de ugye az a sejtésünk, hogy egy-két hónap alatt megáll ez a romlás, és akkor beáll egy ilyen normál szintre. Az azt jelenti, hogy az összérzékenységben még mindig abszolút nem vesztünk sokat, tehát ez teljesen jó így is, és erre számítottunk is. Csak kérdés, hogy ezeknek milyen időskálája van, konkrétan milyen mértékű ez a leromlás, miben jelenik meg ez a gyakorlatban, tudományos szempontból például, tehát ezeket mind folyamatosan nézik, ők is így gyakorlatilag napi szinten, már most ugye a bétáról lehozott, folyamatosan lehozott adatok kapcsán is, mert ilyen szempontból ez a fő kontribúciók most. Ugye a kanadaiak dolgoznak ezen az UV kamerán, tehát az a detektorrendszer, annak a kiolvasó elektronikája, az optikája, mechanikája, az az ő munkájuk, ugye a Torontói Egyetemnek a Csillagászati Intézetenek néhány munkatársa, hogy ők is jártak Csehországban, és akkor itt már át is ugorhatunk ugye a brunói csapatra, akik viszont a platform oldali meg a műholdnak az integrálásában vettek részt, vagy hát az ő vezetőségükkel történt. Mi meg ugye adtuk bele a gamma detektort, az S-sávú kommunikációt, ezt ugye a BME-sekkel közösen fejlesztettük ki, vagyis az ő egyik korábbi fejlesztésüket adoptáltuk erre a műholdra most. Van benne egy nagyon érdekes kísérleti helyzetmeghatározó rendszerecske, ami szintén nagyon szépen működik, arról már elég sok adatot lehoztunk, illetve még hát mindenféle szoftveres komponensekben is volt hozzájárulásunk. A szlovákoknak meg ha formálisan nézzük a szlovák intézeteket, ott meg a Kassai Műszaki Egyetem van benne, akik földi rendszereket meg ehhez kapcsolódó háttérinfrastruktúrát is adnak bele a projektbe, meg valójában ugye ők a fő kapcsolattartók úgymond az ÉZÁ-val, mert az ÉZÁ az úgy biztosította a start lehetőséget, hogy Szlovákia számára, mint társult ÉZÁ tagország, adta meg a lehetőséget, hogy hát úgymond egyfajta felzárkóztatás, hogy minél hamarabb ugye a szlovák is teljes jogú ÉZÁ taggá válhasson, így kapta a lehetőséget. Viszont az ÉZÁ nem cégekkel akart ebben a kontextusban szerződni, hanem intézetekkel, egyetemekkel, és akkor így a kassaiak vitték ezt a részét a projektnek. Óriási. Úgyhogy azt hiszem mindenkit elmondtam, ha mégsem, akkor majd pótoljuk. Majd jönnek azért, akkor még a felháborodott kommentek. Jönnek a felháborodások, igen. Úgyhogy még azért bőven van időnk, hogyha esetleg valami még eszembe jut ezzel kapcsolatban is. Mármint bármi másra is eszembe juthat bármikor, de hogyha ezzel kapcsolatban is, akkor nyilván. Valamit nagyot nézel. Nem, nézem, hogy mi jön az izében, hogy mondjam ezt a... Mi ez? Chat fal, vagy valami ilyesmi. És jön? Jön. Nem biztos, hogy tudom érteni. Azt mondja, hét zenés műhold minden órában azt mondja, hogy pitty-pitty. De hát ugye... Szoktam mondani, hogy amúgy szoktam mondani azt, hogy pitty-pitty. Igen, ezt akartam még kérdezni, hogy a rádió amatőrök kérdése. Igen. Tehát, hogy most az megvan még, hogy ilyen nagy hálózat... tudod, sikerült itt összeszervezni, tehát hogy vajon azt mondtad, hogy ti voltatok az első rádióautorok, akik vették a pittyegést, de hogy azóta jönne másoktól ilyen persze, info. Persze. Hogy történik ez? Tehát ők a tudományos adatok továbbításában is részt vesznek, vagy csak olyan fun fact, hogy ez, mert tehát, hogy amit tudományos adatcsomagokat leküld a műhold, az is olyan, amit egy rádióamatőr is tud venni, vagy ők csak mondjuk egy vívőjelet tudnak venni. Nem. Tehát ugye a rádióamatőrségnek vannak bizonyos feltételei. Az egyik az, hogy minden leküldött adatcsomag legyen akár a legegyszerűbb morzekódtól kezdve a viszonylag bonyolult kódolásig. Lehet bármilyen bonyolult, lehet bármilyen trükkös, obfuszkált, teljesen mindegy. Viszont annak nyilvánosnak kell lennie.
tehát az eljárásnak, hogyha kérik, akkor azt ki kell adni, de hát nyilván ez nem hogy kérik, hanem azt mi adjuk ki pont azért, hogy minél többen besegítsenek a projektbe, tehát ez nyilván egy ilyen dolog. Viszont hát ez sem úgy működik teljesen, hogy úgymond ész nélkül az ember csinál mindenféle kommunikációt az éterben, hanem azért előre meghatározott standardek szerint, mert ugye rádióamatőr világban is van elég sokfajta standard, és akkor egyiket másikat mi is használjuk, és akkor azt mondjuk, hogy na, ezt így meg így tudod dekódolni, így meg ilyen adatátviteli sebességgel, ilyen meg ilyen frekvenciákon, stb. És akkor ez alapján ugye a rádióamatőr közösség már viszonylag egyszerűen, akár saját szoftverrel, akár gyári szoftverrel, akár hardveres rádióval, akár ilyen trükkökkel, amit szintén szeretnek rádióamatőr körökben, ugye mert a rádióamatőrség az is mégis ugye hogy a hangátvitelből alakult ki, hogy egy klasszikus rádióvevő, tehát amivel most minket is lehetne hallgatni, azzal átalakítják hanggá a vett jelet, és az beküldik egy számítógép hangkártyájába, és onnan kezdve a hangkártya fogja feldolgozni a digitális jeleket, tehát ilyen kicsit ilyen átmeneti technológiákkal is lehet kísérletezni, erre is alkalmas egyébként ez a kommunikációs mód, viszont pont azért, mert erre is alkalmas, ezért valójában a jelzaj viszonya úgymond az nem a legjobb, tehát ezen lehetne javítani még. És ez is rajta van a kísérleti hát palettánkon, hogy kicsi szofisztikáltabb kommunikációs módokat is kitesztelünk, amit már nem lehet például egy hanggá alakítani, és a hangot utána digitalizálni, közvetlenül az éterből kell levenni a rezgéseket, de ettől függetlenül ugyanaz. És igazából itt jön majd képbe az, hogy ez a világméretű rádióamatőr közösség besegítsen, mert hogyha egy klasszikus évtizedek óta használt protokollon működik, akkor az úgy, hát, hogy így meg így kell venni, jó lesz az nektek, próbáljátok ki, az úgy szuper, de hogyha valami teljesen újat szeretne kipróbálni az ember, és ebben ugye a BME-seknek a tapasztalata az nagyon, nagyon jó, és ők már kezdetektől fogva így dolgoztak, hogy saját eljárásokat publikáltak, saját rádiókommunikációs hát protokollt fejlesztettek ki, és a rádióamatőr közösség már azzal kezdett el dolgozni kapásból. És cserébe ugye nagyon sok adatot le tudnak hozni ők is. Tehát ez nyilván segíti azt is, hogy a tudomány az annál intenzívebb, minél több adatot le tudunk hozni. És akkor ebbe itt jön be a visszacsatolás a közösség részéről, hogy hát mit tudom, a Japán vagy Ausztrália vagy bármi felett is éppen elment a műhold, pittyeget néhányat, vagy kimondottan sokat pont azért, hogy tudjuk, hogy valaki ott van és veszi, és na, akkor mennyit tudtál kikódolni mondjuk a műhold által biztosan ledobott mondjuk 1000 adatcsomagból, és hogy kikódol 900-at, az nagyon jó, a kikódol 500-at már. De ezek ilyen valós számok, nem? Mármint tudom, hogy ilyen valós számok. Sőt, valós, hogy pozitív egész számok. Igen, de úgy értem, hogy szóval nem így értem, hogy ezek a valóság megfelelő nagyságrendű számok, hogy ennyi adatcsomag jön le egy ilyen átvonulás hát, körülbelül, de ugye ezre egy adatcsomag lehet akár 2 byte hosszúságú is, de akkor nyilván akár lehetne több száz ezres nagyságrendű az adatcsomag, csak nincs túl sok értelme így 2 byte-osával lehalászni az adatot, tehát az adatcsomagoknak a méret, tehát ez nyilván kommunikációtól függ, de gyakorlatilag hasonló méretekben dolgozunk mi is, mint amit a vezetékes internet vagy a wifi hálózatoknál is használnak, ez a 100 × 1000 byte-os nagyságrend, ami ugye bevett a rádiókommunikáció, és legalábbis ezeknél az eljárásoknak. Vannak olyan műholdas kísérletek, ahol jóval hosszabb, meg vannak olyanok, ahol adatfolyam van, tehát gyakorlatilag nem csomagokat hoznak, hanem folyamatos streambe jönnek le az adatok. Például, amit szintén egyébként rádiómotőrök szoktak venni, ilyen nagyon szép meteorológiai műholdaknak a kép, az gyakorlatilag folyamatosan jön. Nyilván föl van darabolva, van én értem, de sokkal inkább úgy kell tekinteni, mint amikor az ember fölmegy a videó megosztóra és elkezd nézni egy filmet, hogy úgy folyamatosan jön, és nem arra gondolunk, hogy hú, hát ez biztos föl van szeletelve adatcsomagokra. Kicsit más a filozófia. Pedig de, az is olyan, csak nyilván nem úgy. Na jó, oké. És akkor ugye az van, hogy gondolom, vagyis hát nyilvánvaló már, hogy amit ponti újításként bevezettetek a CubeSatok világában a GRB alfán, hogy ezt a műholdat tanítani lehet, miközben fönt van, meg átírni a programjait, fölküldeni update-eket, meg így ilyesmi. Igaz, már föl is ment egy. Na, erről igen. Akartam érdeklődni, hogy most ez hogy van. Megírtátok-e a programot a startig, vagy hogy van ez?
Mert hát ugye itt van lehetőség, toldozgatásra, fordozgatásra, módosításokra útközben. Igen, meg nem is. Na, tehát az, hogy azóta már mentek föl frissítések, legalábbis egy komolyabb nagy frissításhoz fölment, találtunk egy bugot a GPS vevőben is, azt is sikerült időben javítani, az nem egy konkrét izé volt, hogy na, most akkor föltöltünk 10-20-30, nem tudom hány kilobájtnyi izé friss programot, hanem az a meglévő programnak a szó szerinti befoltozása volt, de ettől függetlenül minden simán ment. Tehát azt is néhány parancsol meg tudtuk javítani. Viszont ment föl egy nagyobb frissítés is, annak igazából csak az a célja, hogy bizonyos adatátviteli műveleteket egy kicsit hatékonyabban tudjunk csinálni, de már annyit segített, hogy megérte rászállni ezt az egy-másfél átmenetet, tehát azt a 2x10 percet, vagy 2x10 percet, hogy ezt föltöltsük, aktiváljuk, leteszteljük, és akkor azóta pont a helyzetstabilizáló, helyzetmeghatározó rendszerről tudunk több adatot lehozni, bizonyos értelemben pontosabb adatokat is, jobban szinkronizált adatokat, időbélyeggel ellátott adatokat, tehát hogy úgy kicsit lehetett ezt a részét javítani a dolognak. Egész jól, egész hatékonyan. Úgyhogy ez jó, és az nagyon hatékony. Tehát kiderült az is ezekkel a tesztekkel, hogy jó, hát próbáljuk ki, majd meglátjuk, hogy milyen lesz maximum, hogyha nem lesz jó, akkor később folytatjuk, kicsit javítunk a földi állomásokon, ilyesmi. De végül gyakorlatilag így a teszt, ami az, hogy hát vagy sikerül, vagy nem, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag tényleg 5-10 perc alatt kiderült, hogy ez teljes siker ebben a formában. Most említetted, hogy van GPS mű vevő rajta. Igen. És ez ugye ez egy kicsit engem végül is annyira meglepett, hogy ugye egy hónappal ezelőtt volt itt a műsorban távkapcsolat révén Bodó Zsófi, aki az Európai Galileo helymeghatározó műhold hálózatban dolgozik, és akkor szóba került a COCOM limit nevű így valami, ami azt hiszem azt jelenti, hogy ha jól emlékszem, amit mondott, hogy 18 kilométer fölött, meg és bizonyos sebesség fölött, meg bizonyos gyorsulás fölött egyszerűen nem kapsz GPS jelet. Vagy igen, hát jelet igen. Kapsz feltehetőleg. Igen. Mert ezt nem a műhold oldalon blokkolják, ugye ezt nem tudják, mert csak ugye passzívan szórja az időjeleket a műhold, hanem hogy olyan áramkörök vannak forgalomban, a GPS vevők, ugye, amelyek lényegében nem engedik neked. Nehogy az legyen, hogy valaki összecsavarozott egy interkontinentális ballisztikus rakétát, és azt próbálja elnavigálni a Fehérházig, vagy tudom én micsoda, az amerikai műholdakkal. Persze nem tudom, hogy amit te GPS-vevőnek kész, az konkrétan egy GPS-vevő-e, vagy mondjuk lehet, hogy a európai hálózatot használja, ahol nincs ilyen. De hogy van ez? Tehát hogy lehet, ez a kérdésem lényege, amit ilyen hosszasan vezettem föl, hogy hogyan lehet, hogy egy ilyen teljesen polgári, és tényleg ilyen hozzátok hasonló formákból álló csapat összerak egy műholdat, és tud beletenni egy GPS műholdat, ami egy 580 kilométer magas pályán, ami jóval a COCOM limit fölött van, meg a sebesség is, meg feltehetőleg a gyorsulás is minden szempontból. A gyorsulás az nem az pont nulla. Aha, jó. Ugye szabadon esik. Hát jó, na, az viszont jó, pont de nulla. Hát ugye igen, azt én értem. Szóval, hogy ez a kérdés, hogy ez hogy van? Na, hát az a kérdés, hogy mennyire menjünk bele részletesen, mert valójában a válasz nem annyira bonyolult, mint amennyire azt hisszük. Ugye több irányból meg lehet közelíteni a dolgot. Egyik az a technológiai oldala a dolognak, hogy itt arról van szó, hogy valóban azért COCOM listás ez az egész, nem is azért, mert maga a protokoll az tiltott lenne, nem, az teljesen jól le van írva, hogy ezek a GNSS műholdak, beleértve a GPS-t, beleértve a Galileót, beleértve az orosz GLONASS-t is, azok ugye milyen fajta jeleket sugároznak, és ezeket úgy alakították, hogy egymást tudják segíteni. Tehát így itt még nem is az van, hogy valami titkosítva lenne, hanem az, hogy ezek a műholdak képesek egymást segíteni, és ugye minél modernebb készüléket veszünk, beleértve, mert készüléket azt értem, hogy akár ilyen polgári valamiket, például egy kocsiban navigációt, telefonos, tabletes rendszer, bármit, amiben van egy GPS vevő, azok már egyre többet tudnak, és egyre több műholdat látnak, mert ezeket kiegészítik egymást.
Viszont ugye az van, hogy ezeket a jeleket kikódolni, az nagyon számításigényes. Nem azért, mert titkosítják, és akkor valamit úgy föl is kell idézőjelbe törni menet közben, hanem azért, mert úgy működik ez, az a technológiának az alapja, hogy nagyon zajos jelből, ugye a zajost azt úgy kell érteni, hogy a GPS kódolás az úgy van kialakítva, hogy a műholdak egymást zavarják definíció szerint. Tehát ugyanazon a frekvencián adnak, ugyanolyan modulációval, ugyanolyan technológiával, tehát definíció szerint zavarják egymást, mégis el kell választani egymástól a jelét. Ugye máshogy nem működhet, mert hogyha az egyik GPS műhold vagy GNSS műhold kitüntetett lenne a másikhoz képest, akkor nem működhetne a rendszer. Tehát ezek teljesen identikusak, hasonló jeleket küldenek, csak egy darab paraméterben, ami konkrétan egy 10 bites szám, abban különböznek egymástól, de egyébként minden ugyanaz, beleértve a Galileót, a GLONASS-t, meg a GPS-t is. Ugye ezek az L1-nek nevezett jelek. És ahhoz, hogy ezt mi hatékonyan ki tudjuk kódolni, na ahhoz célhardvert kell építenünk. Mert hogyha ezt számítógéppel kódolnánk ki, mondjuk bedugnánk egy sima rádióvevőt, szoftverrádióvevőt a laptopunkba, akkor is működik, én ezt konkrétan ki is próbáltam, és ahhoz, hogy a GPS jeleket, vagy hát a GNSS jeleket le tudja venni, ahhoz a 4 magos laptop 16 giga RAM-mal megáldva, az így fölbőgött, mint a fene, nagyon sokat elkezdett fogyasztani, és eltartott neki vagy 1-2 percig, amíg megtalálta a jelet, de utána sikerült venni, és akkor minden oké volt, mondom, semmi izé nem volt, és ez a felállás, ez így ebben a formában akár működne az űrbe is, mert teljesen szoftverből csinálja. Csak ugye az lehet érzékelteni, hogy egy ilyen 50 wattot fogyasztó laptopot, ami mondjuk ebben az esetben mondjuk nagyságrendek 50 wattot vett föl, teljesen azt nem tudunk fölküldeni 10x10x10 centis műholdra. Tehát erre célhardvert kell kifejleszteni. Na és ezek a célhardverek, fokomlistások. Tehát ami hatékonyan meg tudja csinálni ezeket a számításokat. És akkor ott vannak azok, hogy persze lehet venni olyanokat, ami megcsinálja, és akkor nyilván alá kell írni mindenféle nyilatkozatokat, hogy nem, ezt nem szereljük be interkontinentális ballisztikus rakétából, azt mondjuk, hogy oké. És akkor úgy, jó, ennél egy fokkal bonyolultabb, de azért nem sokkal a dolog. Tehát ez nyilván... Becsszó, igen. Cserkész, becsület. Szóval. Igen, tehát ezek utána lehet járni, nyilván vannak cégek, akik kimondottan azzal foglalkoznak, hogy olyan modulokat árulnak, ahol ezeket már ide, és akkor nyilván ezek már nem az, hogy megveszi az ember a 50 forintos, 50 eurós, vagy akár tényleg pár ezer forintos GPS vevőt, és akkor működik, hanem ez inkább hát ugyanannyiba kerül, csak nem forintba, hanem euró-dollárba, tehát ezek már nyilván egy fokkal. Többek között azért is, mert ezek tartalmazzák azokat a hardware elemeket, amivel ezt meg lehet oldani. Hatékonyan. És akkor mondom, itt a hatékonyságán van a hangsúly, és nem feltétlenül azon, hogy de titkosított dolgot csinálnának, mert egyáltalán nem titkosított, ez egy pár száz oldalas elején elektronikai referencia dokumentumban le van írva, hogy mi ez a GPS, vagy a GNSS jelek, ezek tulajdonképpen mik. És akkor ugye ezt megcsináljuk, egyébként még így is relatíve sokat fogyaszt egy GPS-vevő, ezt ugye hétköznapi életben is tudjuk, hogyha valakinek van egy telefonja, használja egy nap, de hogyha kikapcsol a GPS-vevőt, akkor az egy jó pár órával tovább bírja. Tehát azért nyilván a hétköznapi életben is lehet érezni, hogy ezek fogyasztanak, de azért mégsem annyit, mint egy 50 wattos laptop, vagy 50 wattos tápegységgel kisegített laptop, ami mind a 4 mag az izzik perceken keresztül, amíg meg nem találja a szinkronizációs mintázatokat a GPS jelek között, és akkor utána már minden fasza lesz. Most már nagyon jól kiveséztük relatíve, már mint amennyire azt a műsornak a keretei meg a Genfi egyezmény megengedik, hogy itt most mennyire menjünk bele az elektrotechnikai részletekbe, hogy mi egy reggeli műsorban. Tehát igen, ennyire, van, ez még korán van. Igen, ennél durvábban nem sérthetjük a Genfi egyezményt, hogy mondani szoktuk, ugyanakkor azonban az felmerül, hogy mi a helyzet a tudományos működésével. Azt értem, hogy még a rendszer tesztelési fázisban vagytok, de például detektált-e, vagy rozsnyújjasan szólva detegált-e már ez az eszköz valamiféle olyasmit, amiért fölküldtétek, tehát gamma kitörést. Ugye a GRB alfánál több hónap telt el, mire jött az első, aztán meg onnantól kezdve kb. Csőstől jönnek, tehát már nem tudom, az alfa az már te tudod, hanyadik. Hát 100 plusz jóval, 100 plusz, nem is. Igen, a több mint 1000, hát 1000 nem tudom hány, meg lehet tudni. A grbalfa.konkoli.hu lelesen, mert nem tudom. Ott számolja egy számláló, hogy az alfa az igen. Mennyi ideje van fönt? 1218 napja kering oda fönt, és az alatt ugye volt ez a sok esemény. 13 napja. Igen, akkor még ráér. Igen. De 12 és fél. De akkor még nem volt gamma kitörés ebben a két hétben.
amit detektált volna. Detegálunk, detektálunk. Nem, gamma kitörés még nem volt, ennek több oka is van, a legegyszerűbb pózik, hogy ezzel még nem foglalkoztunk. Ugye azon egyszerű oknál fogva, hogy amit ugye beszélgettünk már többször, és ezen háromszor annyi értelmes, hasznos kísérlet van, és ebből ugye a gamma detektor, ez már konkrétan a negyedik példányunk, ami fönn van az űrben, tehát azon a degradációs méréseket leszámítva, igazából a többi része, azon kívül, hogy tudjuk, hogy működik, a többi része az úgymond ráér idézőjelben, és mivel ugye a műholdon mind a tárhely, mind a sávszélesség, mind a kommunikációs ablakok azok viszonylag végesek, ez meg mi a negyedik, ami még véges, és az energia, a rendelkezésre áll energia, ezért még ugye a rutinszerű méréseket nem kezdtük el csinálni, de igazából semmi akadálya nem lenne, csak azokat akarjuk gyorsan végigtesztelni még, ami viszont teljesen új. És mivel az ugye háromszor annyi értelmes kísérlet van ebben a műholdban, ez elég sok olyan dolog van, beleértve az UV kamerát, beleértve a helyzet meghatározó rendszert, ezen a GPS-en is dolgoznunk kellett, akkor az S-sávúadón is, ugye a Wi-Fi sávúadón is dolgozni kell, még szoftverfrissítések mentek föl, tehát ezeket mire az ember összeteszi, akkor persze tudjuk, hogy ott minden működik, folyamatosan csinálunk én ellenőrző méréseket, hogy a degradációt ezt tudjuk tesztelni. Lesznek majd teljes földes háttérképek, tehát azt megtudjuk, hogy általában egy adott pont fölött ott milyen erős a sugárzás. Ugye ez a műhold egy kicsit magasabb pályán megy, tehát az a sugárzás váltóan magasabb lesz. Ott már a dél-atlanti anomália is jobban anomálik, tehát az is nagyobb kiterjedésű lesz, nagyobb energiás részecskék fogják zavarni ott a játékot, szóval ezeket mind szép sorjába vesszük. És meg hát még időközben ugye ezzel párhuzamosan a földi kiszolgáló rendszereken is érdemes hangolgatni egy kicsit, hogy minél jobb legyen, hatékonyabb legyen. Ezt, amit már korábban beszélgettük, hogy ugye a rádióamatőrök számára is elérhető, de már a mostaninál egy pár fokkal szofisztikáltabb kódolási dolgokat kipróbáljunk. Ugye ez is rajta van a listán, tehát ez is ilyen szempontból, ha úgy veszük, akkor fontosabb, mert hogyha most csináljuk meg, akkor hiába mér sok GR-beta, GRV-beta, azt nem fogjuk tudni olyan hatékonyan lehozni, mint ahogy szeretnénk, szóval tárhelyet szeretnénk még bővíteni, már nem az, hogy fölküldünk utána még egy műholdat, ami belerak még egy diszket, hanem az, hogy azokat a tárhely egységeket, amiket még nem használunk ki szoftveres lemaradásainknak köszönhetően, azokat jobban beízítsuk. Szóval azért úgy sok minden van a listán. Hát viszont, ahogy mondtad, lesz bőven idő ezekre, úgy tűnik, mert egészségesen működik a műhold, és jó magas pályán van. Szóval ez nagyszerű. Igen. Na most így ugye igaz. Mondtad, hogy ez már a negyedik gamma, ezen egy gamma detektor van? Ezen egy. Egy. A GRBF-en is egy volt, igen. És a Vezetelusat kettőn volt három. Kettő. Okay, igen, és akkor úgy jön ki, hogy ez a negyedik. Ja, így van. Igen. Nagyon jó. Szóval, hogy most már van egyszerre négy működő érzékelőtök, igen, a föld körüli pálya különböző pontjain. Oké, hogy abból kettő egy műholdon van. De a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy ezekkel, hogy szóval például az a nagy kérdés sokak számára, gondolom számotokra is, hogy jön egy gamma felvillanás, de hogy az honnan jön. Igen. Tehát az égbolt mely pontjáról. Gondolom, hogyha ezzel a négy detektorral egyszerre egyidejűleg lehet, viszont más-más időkésések, picit más időpontokban, igen, mérni, akkor azzal jól ki tudjátok háromszögelni, hogy honnan jön. Igen, ez volt a Camelotnak, igen, ez volt az eredeti koncepciója. Igen, amit te találtál ki. Hát a rövidítést, egyébként ugye meg egy... Meg az ötletet legendás vízipipázás alkalmából alakult. A Camelot az a... Szóval ez egy betűszó, de most nem sokkolnánk a hallgatókat. Akik már úgyis eleget. Úgyis hozzá vannak szokva ahhoz, hogy az űrtevékenységben minden értelmesnek tűnő szóról kiderül, hogy rövidítés, mert direkt addig csűrik, csavarják a beteg lelkű kutatók. De egyébként a Camelot az még nem is rossz ilyen szemben, sokkal rosszabbak vannak. Tehát úgy rövidítés, hogy nem is a szavak első betű, mert random betűket kiválasztanak a szavakból, és akkor azt teszik össze, ami persze már minden, csak nem rövidítés. Igen. Na, igazából az a kedvencem. Vagy igen, hát, igen. Ugye ennek sajátos kultúrája van, hogy ez a backronym, vagy a visszafele rövidítés. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az a kérdésem lényege, hogy amit fel akarok tenni, hogy milyen tudományos többlet várható abból, hogy tényleg, hogy ez a több detektor egyszerre nézi az ég random pontjait, illetve hogy az ég random pontjai felé fordul-e, tehát hogy van-e, ez a kérdés is ide tartozik, hogy
Azt ti tudjátok-e bármilyen módon befolyásolni, hogy a detektor merre áll? Vagyis van-e ezen a műholdon bármiféle ilyen attitude control, helyzetirányítás? Ezen van, az szintén egyébként a Vezolónak a saját fejlesztése, úgymond kísérleti fejlesztés. Ez egy durván, hát olyan 3 centi magas kis modulka, ami egyébként szintén ugye azért kerülhetett föl, mert hogy hirtelen a műhold ugye kétszer akkora lett, és akkor már ez is elfér ugye az UV kamera mellé, meg az S-sávú adó mellé, meg mindenféle egyéb mellé. Tehát ez van, viszont az érdekes, amit mondasz, hogy valójában nagyon-nagyon aktívan kontrollálni a műholdtérbeli helyzetét nem is kell. Inkább az a fontos abban, hogy konkrétan magát az adatot azt tudjuk, adatokat tudjuk értelmesen elemezni, hogy tudjuk, hogy mi az aktuális helyzete akkor a műholdnak, amikor az adott gamma felvillanás az így megtörténik. És valójában ez a fő kérdés, hogy ilyet tudunk-e, és hogyha igen, akkor azokat az adatokat mennyire tudjuk összehozni. És akkor az sejtés, hogy igen, ezt most itt meg fogjuk tudni csinálni ennél a műholdnál. Hát nem azt mondom, hogy ennél először már Vezolus 2-nél is voltak kísérleti eredmények ezzel kapcsolatban, ott nem volt annyira hatékony még ez a dolog, vagy nem annyira hatékony, mert az is műhold is fönn van, és köszönjük szépen, jól működik. Itt azért egy kicsivel több effortot teszünk ebbe bele, hogy ezt össze tudjuk drótozni. Ennek az egyik megjelenés lehet az, amit a minap küldtél át, szupertitkos e-mail. Talán annyit érdemes róla elmondani, hogy ha jól gondolom, az infravörös szenzorokkal készült kép. Igen, igen. Tehát, hogy ezen a műholdon nem csak ultraibolya meg gamma detektor van, hanem infravörös szenzor is, ami lényegében hősugárzást néz, és pontosan gondolom arra, hogy tudjátok, hogy merre van a nap, meg a föld, meg ilyen infrában jobban látszó dolgok. Igen. És ez is azért kell, hogy tudjátok, hogy hogyan áll. Igen, pontosan. Igen. És most itt igazából az a trükk, hogy ezeknek mindenféle szenzoroknak az lehet a trükkje, hogy nem egyfajta szenzorból csinálunk sokat, hanem többfajta szenzorból keveset, mert akkor ki lehet próbálni ezt is, azt is, amazt is, a szenzorok egymást is tudják keresztbe kasul méregetni, meg hogyha mondjuk egy banális szoftveres hiba miatt hirtelen egyszer az összes szenzor eltűnik, akkor ugye ez a lehetőség is kevésbé áll fönt valójában, hogy mondjuk az ember elgépel valamit a szoftverbe, de ugye az összes szenzort ugyanaz a szoftver hajtja, mert hogy ugye akkor miért lenne különböző a program, és akkor emiatt az történik, hogy hirtelen mondjuk mindenről vagy elvesztjük, vagy hülyeséget mérünk, tehát hogy nehezen lehet értelmezni. Itt viszont ugye többfajta helyzet meghatározó rendszer van, legalább 3, vagyis hogy nem, szerintem inkább 4 féle információforrás van, úgymond, amivel tudunk dolgozgatni. Na, közben egyébként, mivel hogy 3/4 elmúlt, ezért bekapcsoltam a telefonvonalakat is szokásunkhoz híven, vagyis él a budapesti előhívószám után a 215-37-73-as telefonszám, hogyha valakinek kérdése vagy hozzáfűzni valója van az elhangzottakhoz, vagy érintőlegesen ehhez kapcsolódó kérdés. Még ilyenkor azért persze föl szokott merülni kérdésként, hogy a gamma felvillanás, mert többször elmondtuk korábbi adásokban, de ma még nem, hogy igazából mi a bubánat az a gamma felvillanás. Azt értjük, hogy a gamma az egy végül is egy nagy energiájú fényfajta, amit a mi szemünkkel nem látunk, de tényleg... Addig jó. De vannak ilyen heves események, amik tényleg, hogyha ha látnánk gamma sugárzást tartományban, akkor villanásokat látnánk az égen, hogy ezek mik? Tehát, így hogy igaz. Ezek hon... A kérdés ez most ezúttal nem a mérnöki, hanem az asztrofizikus énednek van címezve. Na hát, ugye azt szokták mondani, hogy ezek a gamma felvillanások az univerzum második legenergetikusabb kitörése, az első legenergetikusabb kitörés az maga az ősrobbanás volt, ami ugye létrehozta azt, ami itt van. Ezt a sok szart. Hát, én mindig van lejjebb, úgyhogy igen. A jelenlegi elképzelések szerint 2 forrása is van ezeknek a gamma felvillanásnak. Ugye az energiatartományban, meg úgy így a véletlenszerűségében nagyjából egyformák, úgy vannak a rövid meg a hosszú gamma felvillanások. A rövid az olyan szempontból egyszerűbb, hogy veszünk
egy kompakt kettős objektumot, ahol nem mind a kettő fekete lyuk, hanem legalább az egyik neutroncsillag, tehát vagy mind a kettő neutroncsillag, vagy neutroncsillag fekete lyuk, és ezek ugye, hogyha közel kerülnek egymáshoz, akkor gravitációs hullámok formájában energiát veszítenek, tehát idő után összeolvadnak, és amikor az összeolvadás megtörténik, akkor egy nagyon rövid, tényleg ilyen másodperces, vagy másodperc tört része, vagy egy-két másodperc maximum hosszúságú, úgynevezett rövid gamma felvillanást lehet látni. Hát már úgy látni, hogy nem a szemünkkel, hanem ugye ezekkel a detektorokkal. És ez ugye megvilágítja, ugye a felszabadult energia megvilágítja a környező anyagot is, csillagközi anyag, por, stb. És gyakorlatilag az, hogy minél hosszabb hullámoszakra megyünk, minél alacsonyabb fényenergiára, ugye annál inkább elhúzódik ez a felvillanás, gammában ugye egy-két másodperc, rádióban meg akár már több hónap hosszúságú is lehet. Ugye ez ugyanannak az események, de maga a prompt felvillanás, ami abban az időpontban szabadul föl, az ugye gammába észlelhető. A másik, az meg ugye a legnagyobb tömegű, ilyen 10 plusz 20, 30, 40 sok nap tömegű csillagok végállapotakor fel bekövetkező robbanás során, hogyha jó irányba nézünk, vagy hát hogyha túl közel van, akkor ez igazából már rossz irány, abban egy ilyen jet formájában felszabadult sugárzásnak a gamma részét látjuk. Ez viszont jóval el tud húzódni, mert ezek nem másodperces, hanem inkább perces hosszúságú események, vagy néhány perces. Tehát ez a két jól elkülöníthető osztálya van. Mindkettő fontos, mindkettő érdekes, ugye az egyik ugye az ilyen nagy kozmológiai világrejtélyek kapcsán, meg gravitációs hullámok kapcsán az nagyon kitüntetett szerepe van ugye a rövid gamma felvillanásoknak. Például pont azért, mert hogyha látunk egy gravitációs hullámforrást, és nem tudjuk, hogy honnan jött, de tudjuk, hogy azzal párhuzamosan egy időben volt egy gamma felvillanás, akkor lehet tudni, hogy az valójában ugyanaz volt, ugyanaz az esemény. Nyilván a szupernagy hipercsillagoknak a végállapot közeli kipukkanása is hasonlóan érdekes. Lehet. És valamiért azt hittem, hogy az aktív galaxis magokból is jön gamma, de akkor lehet, hogy ez csak álmodtam. Igen, itt az aktív galaxis, ott is vannak fekete lyuk, csak azok sokkal nagyobbak. Igen, tehát azok úgy elkezdenek összeolvadozni, na azért az nagy buli lehet, de az de hogy az akréciós korunkban nincsenek akkor a szakadások, ott nem, hogy az gamma jetet csinálja. Az inkább közvetve röntgen sugárzás formájában fűti ugye a környezetét, ugye ennek pont Norbi a szaktekintélye, aki ebben ugye nagyon sok eredmény értelt, nem tudom, az aktív galaxis maguk és ugye a galaxis kölcsönhatásának a szakterületeiben. De hasonlóan intenzív ugyanezek az események mondjuk rádióban is megfigyelhetőek. Érdekes, hogy egyébként pont optikaiban nem annyira. Igen, tehát hogy úgy néz ki, mint egy galaxis, úgy forog, mint egy galaxis, tehát biztos az is egy galaxis, de egyébként ugye más energiákon meg sokkal, vagy más hullámhosszakon meg ugye sokkal izgalmasabb képet ad. Tehát most, ilyen is van. Most ugye a gamma felvillanásokat tök de jó... De a gamma felvillanás az nem társítható. Igen. Most a gamma felvillanásokat itt sok száz, vagy nem tudom, hát sok ezer fényévről nézni. Hát ezer fényév, az kevés, az már necces. Igen, pont ide akartam kiukadni, hogy ugye az nem egészséges, ha egy ilyen túl közel történik az emberhez. Igen. Például lehet, hogy a az ordovícium szilúr határának kilalási esemény. Igen, mondani, igen, bár én a perm-triászra gondoltam, de igazad van, hogy inkább az ordovícium szilúr kihalási esemény, az lehet az, hogy valami viszonylag közeli, a keleténél közelebbi csillag gamma felvillanása volt, igen. És akkor hát egyébként ugye ez már sterilizálja félig a Földet, tehát hogy hát ugye már a 2022. október 7-i gamma felvillanásnál is ki lehetett mérni, ugye az volt a minden idők legfényesebb, megörökített gamma felvillanása, hogy bizony a földi légkört azt egy kicsit benyomta. Na most, hogyha ez nem 100 millió plusz több százmillió fényévre lévő objektum lenne, hanem mondjuk pár ezer fényévnyire, hát akkor az viszont nem csak, hogy benyomja, hanem teljesen le is tépheti a légkört. Tehát azért az nem biztos, hogy akkor azért itt lennénk. Hát tehát emiatt is érdekes, mert azért közvetlenül társ, ugye mondják azt, hogy hú, fontos a becsapódó kisbolygó keresése, a potenciál veszélyes kisbolygó keresése, na hát a gamma felvillanások azok ilyen szempontból is fontosak lehetnek, ugye nyilván a dinoszauruszokat mindenki ismeri, vagy hát ismerné, hogyha nem haltak volna ki, de hát most is ugye... a rádióhallgatók hallhatják, hogy csipog itt néhány dinoszaurusz az ablak előtt, ugye rendszertanilag a madarak is azok. Így igaz, nem, igen. Tehát akkor végül is nem haltak ki annyira, csak egy kicsit. Annyira, igen.
igen, csak részben. Igen, T-Rex is ugye tollas volt végül is. Nem? Így van. Azt mondta, hogy csip-csirip. Igen. Mit mond, de nem 100 kilós veréb, hanem a 10 tonnás veréb, igen, mit mondna, az ugyanaz. Igen, úgyhogy már csak ezért is érdekes ezeket nézegetni, mert valójában simán lehet, hogy mi is rajta leszünk egyszer a shortlisten, és akkor nem már tudni ezeket egy kicsit jobban a kelletén, és akkor minden adat hasznos. Nem, mint olyan sok védekezési lehetőség lenne. Igen. Mert a kisbolygókkal ellentétben oda nehéz oda menni, és azt mondani, hogy légy színe. Mert a kisbolygókkal még úgy technikailag meg lehet oldani, hogyha kellően fölkészültek vagyunk néhány éves, remélhetőleg néhány éves. Tehát a dinoszauruszoknak lett volna űrprogramjuk, akkor lehet, hogy nem annyira haltak volna ki, már mint azok, amik kihaltak. Viszont az ordovíciumban lévő nem tudom mik. Hát ott még olyan ilyen fura kis izéik voltak. Na, szóval, hogy nekik hiába is lett volna űrprogramjuk, mert olyanunk, mint nekünk, azzal még nem tudták volna. Hát igen, ez jó kérdés. Ahhoz már egyébként nagyon Kardasov N+1-es civilizációnak kell lenne, kozmikus hiper-szuper civilizációnak lenne. Igen, egyébként ez tényleg jó kérdés. Le tudjon állítani egy gamma felvillanáshoz. Hoppá, nézd, túl közel kerül az a neutroncsillag ahhoz a fekete lyukhoz, küldjünk oda valamit. Így csináljunk igaz valamit. Hát azt hiszem, nem tudom, szép feladat, szép feladat. Innen szép feladjuk ort vagy. Ja, igen, ott szoktunk ilyeneket kiszámoltatni. Igen. Akkor tőlem is kérdezték, hogy na, mi a megoldás annak a feladatnak, amit kitűztem. No, nem tudom, azért tűztem, hogy alap. Igen, ez teljesen. Nincs is jobb, mint a nyílt végű, úgynevezett nyílt végű fizika feladatok. Hát igen, hát igen. Nem feladatot old meg az ember, házi feladat, hanem problémát. Igen. Így van. Nos, hát az adásidő az szépen lassan a vége felé közeledik, úgyhogy ilyenkor maradt hátra, hogy az utolsó 4 percben, hogy ilyen szolgálati közleményekkel szórakoztassam a nagy érdeműt. Ugye például az, hogy a most hétvégén, tehát amikor ez az adás megy a rádióban, akkor van hétfő, és előtte szombaton este volt az, hogy élőztünk a YouTube-on, a Parallaxisnak a YouTube csatornáján, ahol azt játszottuk, hogy 55 évvel korábban vagyunk, vagyis az Apollo 11 történelmi holdra szállását szakértettük meg Kubatovics Áronnal, és a mai adásban már emlegetett Nagy Szabi volt a vendégünk, aki ugye nagy gurúja az űrközvetítéseknek, de 1969-es repülést ő is most közvetített először, szóval ez jó pofa volt, szerintem akit érdekel, az megtalálja ott a YouTube-on, és visszanézheti és hallgathatja. A Szokol ébresztő az meg persze lesz, tehát a nyári szünet az minket nem állíthat meg, úgyhogy lesz majd 2 hét múlva is Szokol ébresztő. Azt még nem tudom megmondani, hogy miről fog szólni, de remélhetőleg érdekes lesz, és aki meg addig se bírja ki, az persze az archívumban megtalálja, egyrészt a Tilos archívumban is, másrészt pedig a már emlegetett Parallaxisnak a mindenféle felületein, beleértve az említett YouTube csatornát is, de az van SoundCloudon, iTunes-on, meg én nem tudom micsoda, ilyen egyéb hangfelületeken is elérhető. Hát nem az összes adás egyébként, de hát nagyjából a 100. szokorébresztő óta az összes. Ez az előtti, ott volt, van némi információvesztesség egyébként, majd a régebbi adásokat is megpróbáljuk majd elérhetővé tenni. Nos, a lényeg az, ja, lesz-e valaha téma a fekete lyuk, kérdezte Messiás. Hát... Igen, de mindenképpen úgy általában jó lenne csinálni róla egy adást, és egyébként meg olyan március óta nagyon-nagyon... És eljutni az adás végéig, hogy lehet, hogy mi is egy fekete lyuk belsejében vagyunk tulajdonképpen, na, az ilyet, lenne az igazi. Ez kéne, ezt majd beütemezzük akkor a nyárra. Nem is, ez nem annyira ubi szezonos téma, ez egy nagyon sokakat érdeklő téma, és abszolút kéne róla. Ráadásul március óta vannak felgyülemlő kérdések a mailboxban, és ennek is fogunk szentelni a nyáron egy adást, hogy végre tisztességesen leaprítsam. Ott is volt olyan, ami ugye fekete lyukakkal kapcsolatos kérdéseket tartalmazott, úgyhogy lehet, hogy ezeket így föl lehet fűzni egy ilyen logikai rendszerbe, szóval akkor majd lehet, hogy lesz itt ilyesmi. És még amiről mindenképp szó lesz a nyáron, augusztus folyamán, az, hogy hát bizony annyira élemedett korúak vagyunk, hogy 1/4 volt a magyarországi napfogyatkozás. 1999. augusztus 11-ei. Ahol augusztus 11 az egyébként pont hétfőre fog esni, amikor lesz műsor?
Nem, nem, abszolút nem a hétfőre fog esni, és ráadásul nem is azon a héten nem is lesz adás, ugye, mert két hetente van szokolébresztő, de lesz, egy adás, ahol Orha Zoltánnal fogunk a tervek szerint megemlékezni erről a immár negyedszázados eseményről. Szóval sok minden érdekesség lesz még a nyár folyamán, itt legközelebb két hét múlva, de a mai adás véget ért, úgyhogy ismételten köszönöm állandónak tekinthető szakértő műsorvezető társamnak, szinte Pál Andrisnak a korán reggeli részvételt. Köszi, hogy eljöttél, és további sok sikert a GRB Alfának, Bétának és a görög ABC összes többi betűjének. Ugye a következő a GRB Gamma lesz, tehát a két Gamma Ray Burst Gamma, tehát egy műhold keretes szerkezetben két gammát is fog tartalmazni a neve, úgyhogy már csak ez is meg kell csinálni. Na, hát igen, szóval mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok, ez volt a Szokolébresztő. Sziasztok! Sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.